Üdvözlöm a Weekend nézőit! A mai adásban a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja majd a hozzá legközelebb álló témát. Lesz ének, kiállítás és színház. Kezdjük az utóbbival, hisz újabb mesét mutattak be a Móricz Zsigmond Színházban. A Hét tenger meséje egy történet a hajózásról, mitikus lényekről és a szeretetről. Egy padlás, mely jobbára régi emlékek találka helyéül szolgál, olykor rémisztő lehet. Gyerekként, ha felülemelkedünk a félelmen és nem vízionálunk semmi gonoszat a sötétben, akkor egy olyan meleg kuckóvá válhat ez a hely, ahol igazi csodák történnek. Vagy ahol azok lehetünk, akik vagyunk, vagy akik lenni szeretnénk. Nem tudom elfelejteni az első tengeri utazást. Órák hosszat elüldögéltem a fedélzeten, és a hullámok mormolása közben úgy éreztem, régi meséket hallok. Egy felnőtt nőnek, legyen az rendező, vagy dramaturg, vagy kettő az egyben, meddig kell visszamenni gyermekkorába ahhoz, hogy úgy tudjon gondolkodni, ahogy egy 5 éves gyerek, hogy bármi, amit találok, amit a kezembe veszek, az bármi lehet, és bármivé változhat. Nem egyszerű dolog, főleg úgy, hogy én sajnos nem vagyok gyakorló anyuka, tehát ezt innen közelről nem ismerem, és kistestvérem sem volt. Úgyhogy ő nagyon a gyermeki énemre, vagy a fantáziámra, illetve az emlékeimre kell hagyatkozom. Még szerencsére az legalább megvan, tehát ugye elég sok gyerekkori emlékem van. Nekem mindig az az utam, nem tudom, hogy ez jó-e, de hát csak az egyéni példára tudok hagyatkozni, hogy elkezdek egy, általában egy szép irodalmi mű, egy mese, vagy egy balett, az előző mesémnél ugye a Fából faragott királyfinál egy balett ihletett meg, és ezek azért alapvetően felnőtt történetek. És akkor elkezdem megpróbálni visszafejteni, amikor azon gondolkozom, hogy hogy tud ebből gyerekmese lenni, főleg ugye, hogy itt egészen kicsiknek kell fogalmazni. És akkor, amikor teret megtalálom, akkor általában akkor kezdenek jönni az ötletek, hogy valóban itt mondjuk a terünk egy padlástér, és elvileg egy magányosan felnővő kislány játszik itt egyéb játszótársak hián azokkal a tárgyakkal, meg a babájával, meg hasonlókkal, ami neki adatik. És akkor abból azt tényleg hiszem, és általában eddig azért be is igazolódott, hogy aztán bármire rámondjuk, hogy ez most egy kastély, egy most egy hajó, ez most egy nem tudom micsoda, akkor pusztán attól, hogy annak játsszuk, a gyerek az el fogja hinni. Tehát én ezt egyébként nagyon szeretem, hogy amit találok egy adott térben, abból tulajdonképpen a fantázia segítségével bármi lehet. A Hét tenger meséje konkrét meséket, vagy csak mesei motívumokat dolgoz fel? Konkrét mesét, sőt, tehát abban igazából az én merészségem, meg egy kicsit kísérletezek is ezzel, hogy az alapja Bolygó hollandi című opera, ami hát egyrészt nagyon felnőtt történet, másrészt van benne egy kis tragikus felhang. Engem nagyon érdekelt maga az alapsztori, de hát nyilván nagyon át kellett alakítanom, tehát a meseiséget és happy end-el zárni nyilván, hogy a gyerekeknek egy derűs történetet adjak alapvetően, amiben, ahogy sok mesében is természetesen vannak próbatételek, csalódás, fájdalom, magány, de hogy meglegyen az a kalandosság, játékosság is, ami a kicsiknek kell. Szimbád mesékből dolgoztam bele motivumokat, az 1001 éjszakából, illetve az Odüsszeának is szintén van ilyen gyerekeknek való feldolgozás, és akkor abból kivettem néhány kalandot. Úgyhogy próbáltam így arányában elosztani a picit felnőttebb tartalmat, vagy picit komolyabb tartalmat a mesével, játékkal, zenével fogyaszthatóvá formálni. Megjelentek olyan alkotók, akik kifejezetten csak gyerekeknek írnak. De ha visszagondolunk arra, hogy van egy lírkirályunk és van egy showmesénk, akkor mint dramaturg, amikor írni kezded ezt a szöveget, akkor minek mentén kell haladni ahhoz, hogy azt lásd te, akár a végtermékben, hogy ez gyermekeknek való lesz? Mindenképpen elindulok az alapanyagból, és az általában költészet, vagy nyilván egy irodalmi, egy klasszikusabb próza, és akkor igyekszem benne mindig olyan párbeszédeket, vagy olyan részeket elhelyezni, ami gyermekibb, de hogy mondjam, valóban én se szoktam lemenni, mondjuk most azt mondom, hogy egy ablakzsiráf, amit én nagyon szerettem kicsinek, de én nem tudok azon a szinten fogalmazni, mert ezt tényleg nem ismerem jól. De az előző két mesénél az nagyon szépen működött, hogyha nagyon pontos érzelmek, gondolatok és tiszta reakciók vannak a költői szöveg mögött, meg kép, ugye képi megoldás,
mások, akkor ők pontosan leveszik, hogy itt egy adott pillanatban mi történik, és bemegy a költészet, tehát a kicsit gazdagabb szöveg. Aztán nyilván ez sokféle, tehát ez olyan ez a szöveg, mint egy patchwork, és vannak benne egyszerűbb, játékosabb, próbákon születő poénok és mondatok, úgyhogy nekem fontos, hogy legyen költészet. Kosztolányinak van egy nagyon szép mondása, most nem pontosan fogom idézni, de hogy gyereknek csak a legminőségibbet, legnívósabbat, legtisztábbat szabad adni, és próbálok ennek a mentén haladni. Sedjánszki Nórát ki tanította meg mesélni, vagy aki ismerte még édesapádat, tudta, hogy azt hiszem, hogy nagy mesélő hírében állt. A mese és az irodalom szeretete itt fogalmazódott meg először? Hát tulajdonképpen igen, de én nagyon szerencsés gyerek voltam, azon túl, hogy egyke, tehát nem volt feltétlenül olyan gyerektársaságom, viszont a nagymamáim, dédnagymamám, apukám, aki tényleg ilyen hihetetlenül nagy mesélő volt, és magyarul és franciául, ő gyakorlatilag együtt mesélt nekem franciául, meg énekelt ilyen francia gyerekmondókákat, mint magyarul. Anyukám, ő is fáradhatatlan mesélő volt, tehát rengeteg mesét olvastak, mesét meséltek ki, és történeteket is kitaláltak, tehát igazából igen, én ezzel együtt nőttem föl, de én szerintem azért is hiszek ebből, hogy egész pici kortól lehet nívós irodalmat, mert apukám mindig minden történelmi sztorikat mesélt 3-4 éves koromtól kezdve, azon a szókincsen nyilván, amin én rá tudtam csatlakozni, de nem volt ilyen, hogy majd ez később a gyereknek. Tehát egyszerre fordította nekem a Bambit egy francia könyvből, ő ott este szó szerint franciából magyarra mesélte a Dugovics Tituszt, a Nándor Fehérvárt, Mátyás király sztorikat. Tehát szerintem mindent át lehet adni, csak mindig a gyereknek azon a szintjén. Az, hogy valami rettenetesen hiányzik, miközben a hullámok mormolását hallgat. Hát a tenger nem maga a teljes. Ahogy én ismerlek téged, mindig azt látom, hogy a gyerekek felé egy nagy nyitottsággal fordulsz. Mi ennek az oka, és valójában el lehet-e játszani színészként a gyerekkori szereplőket, akiket akár könyvből ismersz, és milyen érzés az? Azt gondolom, hogy én nagyon sokat át tudok menteni gyerekdarabok próbafolyamataiból. Hát ez rossz szó erre, de hogy az igazi megmérettetésekhez is. Ez szerintem nagyon fontos, nekem nagyon fontos az életemben ez, és nyilván küzdök ezzel, hogy tényleg rengeteg a mese, de ugyanakkor tényleg nagyon sokat köszönhetek ennek, mert azt a játékosságot, azt a szabad játékot, az arra való őszinte reakciókat ugyanúgy át kell menteni a nehezebb darabokban is, ami úgy fogalmaz, és nekem ez nagy küzdelmem, de ugyanakkor nagyon jó visszajelzéseket kapok arra, hogy ez működőképes ez a dolog. Tehát megtalálom azokat a pontokat, azokat a csatolásokat, amikkel tudok segíteni magamon egy gyerekdarab által, és ez fontos szerintem. Igen, hát hogyha végül is belegondolunk abban, hogy még ebben az évadban volt egy Pinokkió akár, és kijelenthetjük, hogy a meséknek mindig van egy olyan tanulsága, ami akár teljesen mindegy, hogy milyen életkorban játsszuk el, ad-e valami olyat, amitől a saját utunkon tovább tudunk menni. Abszolút. Egyébként az is nagy küzdelmem most már a karakterek elválasztása. Tehát ez is egy nehéz dolog. Itt sokkal könnyebb dolgom volt, hiszen ez szerintem állítom, hogy felnőtt előadásként is megállná a helyét. Nagyon izgalmas lehetne az, hogy felnőttek is nézik ezt az előadást, és egy olyan, hát én nem is tudom, nosztalgiát, vagy egy olyan élményt élhetnek meg, ami az ő életükben ugyanúgy jelen volt, csak már nem keresik, nincs az az útkeresés, nincs az az utazás, nincs a szerelem. Egyébként nekem amúgy is meghatározó eléggé az életemben, nagyon sok atrocitás ért az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatban, és nagyon találom is ezeket a pontokat, a kapcsolódásokat ebben a mesében. Nekem ez egy nagyon izgalmas feladat. Igen, hát én szeretek mesehősöket is játszani, nem tudom azt mondani, hogy nem. Aló, nékem tárki száz csodát, aló, a jobb suha szívem nehéz, mert én vagyok a mindig szabad tengerész. A
Kiváló iskola címet vehette át a Nyíregyházi SC Sipkai Barna Technikum a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség közgyűlésén Budapesten. A díjjal az iskola szakmai munkáját ismerték el. Erről beszélgetünk a következő percekben vendégeinkkel, Tóthné Medved Zsuzsannával, aki az elnöke a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezetének, és Zsigó Zita Katalinnal, a Nyíregyházi SC Sipkai Barna Technikum igazgatónőjével. Sziasztok, jó estét! Szia. Először is szívből gratulálunk, de mielőtt az iskoláról, illetve a kiváló tehetséges diákokról is beszélgetnénk, egy kicsit beszéljünk erről a díjról, milyen hagyománya van ennek, és egyáltalán mennyire fontos az, hogy például a feltörekvő és felnövő generációkat ilyen díjakkal jutalmazzák. Én úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos dolog, és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség is ugyanezen a híven van, hiszen észre kell venni, hogyha valaki szépen dolgozik, hogyha erőn felül teljesít, és pont erre van lehetőség a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségnél a különböző kitüntetések és díjak átadásakor. Talán néhány gondolatot, tudom, hogy itt a térségben azért elég jól ismerik a szövetséget, de azt nem tudom, hogy tudják-e, hogy ez a szervezet már több mint 55 éve működik. Azt nem tudom, hogy tudják-e, hogy a Vacsnak, a Szakács Világszövetségnek, a World Chefnek is a tagja, ennek 112 ország a tagja, így azért nagyon komoly lehetőség nyílik szakmai konzultációra, illetve arra is, hogy egymástól tanuljanak újdonságokat, érdekességeket. Maga a szövetség azon túl, hogy különböző tréningeket tud szervezni, hogy projektekkel foglalkozik, saját projektekkel dolgozik, nagyon fontos szerepe van abban, hogy észrevegye, hogyha valaki eredményesen dolgozik. A szövetségben kialakításra került egy ilyen jutalmazási, kitüntetési rendszer, amiben nem csak ez a kitüntetési forma szerepel, a kiváló iskola, hanem több dolog szerepel, szakácsoknak, cukrászoknak, pincéreknek, turisztikai szakembereknek, és igazából, hogy a díj, hogy odaítélése hogyan történik, azt is elárulom, hogy az itteni szervezetnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, vármegyei szervezetnek az elnöksége tehet javaslatot az országos elnökségnek, hogy kit tartanak alkalmasnak akármilyen díj odaítélésére, és jelen esetben mi úgy gondoltuk, hogy nagyon kiemelkedő tevékenységet végez a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkai Iskolája. Akkor nem volt vita, ugye? Úgyhogy nem, teljesen rendben volt, és nagyon könnyen átment ez a dolog az elnökségen is, és elismerték azt, hogy nagyon szépen, kiválóan dolgozik, és ami nagy örömömre szolgál, hogy én már másodjára terjeszthetem az iskolát, hiszen először 2019-ben kapták meg ezt a kitüntetést, amihez ezúttal is nagyon sok szeretettel gratulálok. Olyan, mintha megvédtétek volna ezt a kitüntetést már. Még majd egy pár dolgot azért beszélhetünk, ha lesz időnk a vármegyei szervezetről is, mert azért én úgy gondolom, hogy itt a beregi és a szabolcsi ízek azok mindenképpen érdemesek arra, hogy a következő 55 évben is fontos legyen a gasztronómia ebben a térségben, és hát nyilvánvalóan azok a diákok, akik esetleg már 2019-ben hallottak arról, hogy a Sipkai ilyen kiváló képzés folytat, akkor azok tényleg bizalommal léptek be az iskola kapuin. Lehet érezni, hogy ők ilyen elhivatottak, hogy valóban a szakmájuk kiválóságai szeretnének majd lenni? Nagyon sok olyan tanulónk van, akinél érezhető ez az elhivatottság. Többféle képzésünk van, és nyilvánvalóan így lehetőségünk van a gasztronómiának több területét is megmutatni a gyerekeknek, és ők ez alapján választanak majd, hogy melyik terület az, amit szeretnének megtanulni. Milyen volt maga a díjátadás? Egy kicsit azért a csillogásról is beszéljünk, az ünnepről. Ünnepélyes körülmények között Budapesten a Stefánia palotában volt a közgyűlése a Gasztronómiai Szövetségnek, és a közgyűlés keretein belül volt a díjátadó, ott kaptuk meg a díjat.
ha már említetted, hogy több szintű képzés van, illetve ugye több területről választhatnak. Vannak nagyon népszerű szakok, amire esetleg többen is jelentkeznek? Mint persze, természetesen. A képzési rendszer átalakításával a turizmus vendéglátás ágazatban új szakmák jelentek meg, és ezekre az érdeklődés nagy túljelentkezés van. Cukrász szaktechnikus, vendégtéri szaktechnikus, illetve szakács szaktechnikus szakmára is jelentkezhetnek a tanulóink, illetve a turisztikai technikus is benne van a képzési palettánkban, tehát gyakorlatilag az ágazat összes képzési lehetőségét megtalálják nálunk a diákok, illetve szakmát is tanulhatnak, és lehet szakács, cukrász, illetve pincér is közöttük. A pincér szakmának most megváltozott a neve az új képzési rendszerben, pincér vendégtéri szakembernek hívják a szakmát, de maga a képzés tartalmilag az a pincérképzés továbbra is. A közösségi oldalak elterjedésével azzal szembesültünk, hogy nagyon sokan foglalkoznak gasztronómiával, bloggerek, youtuberek különböző trendeket képviselnek, és sokan tulajdonképpen hát mindenféle előzetes tanulmány nélkül is híressé válhatnak, vagy legalábbis népszerűvé. Ugyanakkor van egy olyan vonal is, hogy sokan 40-50 évesen gondolják át az életüket, és szeretnének például cukrász, vagy akár szakács szakmát tanulni erre. Nálatok van-e lehetőség, vagy ez az igény, ez érezhető? Természetesen van, és érezhető ez az igény. Különösen a cukrász szakma irányában érezhető, hogy a felnőttek szeretnének ebbe az irányba elmenni. Sok esetben a hobbi szint, ami érdekli őket, tehát nem feltétlenül cukrászdában szeretnének dolgozni, de szeretnének olyan igényes termékeket készíteni otthon, akár egy születésnapra, vagy bármilyen ünnepségre, amiben a szakértelmük is benne van, és ez jellemző, hogy ilyen tanulóink vannak. Ez a fajta változás, ez például megjelenik-e mondjuk akár a szövetség tevékenységében, vagy változtatja-e a ti feladatkörötöket, hogy tényleg nagyon megváltozott a világ, az ízlés, az emberek nagyon sok mindent látnak, hallanak, kóstolnak. Hát a világ az tényleg nagyon megváltozott, ez a 2020-as időszaktól kezdődően a Covid azért nem könnyítette meg a vendéglátósok életét, és igazából maga az egész szakma megváltozott, illetve megváltoztak a vendégek szokásaik is. Tehát régen még azért könnyebben bementek egy étterembe, a lakart leültek, választottak családi eseményekre is. Ma már sokkal kényelmesebbek az emberek, szeretnek megrendelni dolgokat a házhoz szállítással, ugyanakkor van, aki egyszerűbb dolgokat szeret, van, aki pedig a nagyon magas színvonalú gasztronómiát szereti, hogyha házhoz viszik. Így van, és ehhez kellett alkalmazkodnunk nekünk is, tehát változás van, ez folyamatosan változik, folyamatosan fejlődni kell. Aki nem fejlődik, nem változik, lemarad. Így van, szerintem a képzésben is nagyon fontos, hogy például meg tudják mutatni akár egy weboldalon, vagy olyan érzékletesen tudjanak beszámolni egy ízről, amit nyilván nem lehet megkóstolni online formában, viszont ahhoz, hogy megrendeljem, ahhoz el kell hinnem, hogy az étel tudja azt, amit. Viszont a nézőknek azért lesz lehetőség arra, hogy a Sipka és diákok remek műveit megkóstolják, hiszen több olyan városi rendezvény is van, ahol nagy mennyiségű finomságot készítettek. Mi lesz a legközelebbi ilyen alkalom? Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a várossal természetesen, és az összes gasztronómiai rendezvényen ott szoktunk lenni. Ami most előttünk áll, és már nagyon-nagyon közel van, a Városnap következik, ahová sok-sok éve a városnapi tortát készítjük mi, több ezer szelet tortát szoktunk készíteni, illetve kiosztani a városlakóknak. Én úgy tudom, hogy az ő nagy örömükre, és olyan visszajelzéseket szoktunk kapni, hogy nagyon ízlik és szeretik ezt. És szépek is. És nagyon szépek is. Igen, úgyhogy már most készülünk erre a várostortára, már elkészült a recept, ami meglepetés, nem mondanám el, majd a sajtótájékoztatón, amikor a rendezvény sajtótájékoztatója lesz, akkor természetesen minden titkot elárulunk, de már egy sütés megtörtént, már egy kóstolás megtörtént, úgyhogy készülünk a rendezvényre nagy erőkkel.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. A szövetségnek további sikeres és kreatív működést kívánunk, a diákoknak pedig gratulálunk, és köszönjük szépen. És mi nagyon várjuk azt a finom tortát. Mi megvárjuk a városlakókat szeretettel. Köszönjük. Kedves nézők, színjátszással folytatjuk a víkendet. A majd csak színpad fiataljai mutatkoztak be nemrég Nyíregyházán, a jó részt egyetemistákból álló csapattagjai közül négyen a városból származnak, ezért is volt fontos számukra, hogy itt is előadják az első produkciójukat. Négy rózsaszín sündisztócska, uzsis sacskója. Nagy izgalommal készülnek a majd csak színpad tagjai az Animalitas Anime című darab nyíregyházi előadására. A történet középpontjában Imi áll, a 13 éves kamasz fiú, aki úgy is élhetne, mint bármelyik másik osztálytársa. Imi azonban nagyon különleges gyerek, aki sokkal szívesebben lenne felnőttek közt, aki nem szeret otthon lenni, akit a család és az osztálya is épp úgy feszélyez, mint a legjobb barátja vagy a betegsége. Ladnai Lóránd Animalitas Anime című egyfelvonásosa a Fiatal Drámaírók Háza pályázatára született. Ott ismerkedett meg vele az előadás rendezője. Magyar Bogláka az ELTE végzős mesterszakos hallgatója. Bogi általános iskolás kora óta érdeklődik a színház iránt, a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban 4 éven át volt a színjátszókör tagja, ezért is akarták a fiatalok megmutatni az előadást a nyíregyházi közönségnek. Nem én választottam a darabot, hanem a darab választott engem, ugyanis én ezzel 2023. februárjában a Fiatal Drámaírók Háza által szervezett okulári projekten, a Mítosz fordulón, én dolgoztam már ezzel az előadással, és ott a rövid változatát adtuk elő. Egyébként abban a mostani főszereplő is benne volt, és amikor kiderült, hogy ez a rövid verzió megnyerte a fordulót, és egész estéssé lehet bővíteni az előadást, akkor én egyből mondtam, hogy szeretném nagyon-nagyon megrendezni, és igazából az történt, hogy ez nem csak egy előadást élt meg, hanem egy egész évadra terveztünk vele. Azért szeretem nagyon ezt az előadást, mert olyan a témája, és olyan dolgokat tudtam benne kipróbálni, amit nagyon régóta ki is szerettem volna rendezőként, és a mozaikossága miatt maga az előadás egy kicsit nehezen lenne befogadható, és úgy éreztem, hogy ez ilyen nagyon jó kihívás lenne, hogyha ilyesmivel dolgozhatnék, illetve gyerekszemmel játszódik a történet, két gyerek a főszereplő, úgyhogy emiatt is nagyon közel áll a szívemhez. Miért érdekel téged ennyire ez a színház téma? Én alapvetően az ELTE-n tanulok mesterképzésen, és színház és drámapedagógiát hallgatok, de az Alma Máteremben, a Vasvári Pál gimnáziumban az irodalmi színpadot 4 éven át nagyon-nagyon szerettem, és megfertőzöttem az irodalom szeretetével és a színház szeretetével is, úgyhogy nem volt kérdés számomra az sem, hogy idehozzuk az előadást, ahonnan elindultunk. Mindenképpen szerettem volna megmutatni a nyíregyházi közönségnek, hogy mit alkottunk együtt a csapattal, illetve rendezőasszisztensködtem, meg azért úgy elég sokat járok színházba Budapesten is, nagyon szeretem csinálni, nagyon élvezem, úgyhogy ezért maradtam ebben benne. Az ilyen dolgok természetesen megtörténik mindannyiunkkal. Ott volt például a fiam tavaly, emlékszem, be kellett őt vigyük a kórházba, nagyon fájt neki itt a hát. Hát ez jobban lett? Persze, hogy jobban lett. Nem lett jobban. Mert nem lett volna jobban? Nem örülök. Te vagy a legfiatalabb itt a majd csak színpad tagjai közül. Hogyan kerültél velük kapcsolatba? Én a kedves rendezőnket, Magyar Boglárkát már ismerem régóta. Szerintem 5-6 éve együtt jártunk a Kamaszteraszra, Nagy Zsukához és Béres Tamáshoz. Nagyon sokat írtunk együtt, és elmentünk kávézni, és pont azt mondtam neki, hogy milyen szívesen kipróbálnám magam milyen téren is, mert hogy én egy csendesebb önkifejezésből érkeztem, ami az írás. És mondta, hogy hát van pont egy ilyen lehetőség, és próbáljam ki, és így vele ezt megbeszéltük, megismertem a többieket, és szerintem egy nagyon jó csapatba cseppentem bele. Milyen ez a karakter, akit te alakítasz? Hozzám nagyon közel áll ez a karakter. Egy kicsit képzeletbeli, egy kicsit betegséget játszok, egy kicsit démont, és ez a misztikusság, ez nekem nagyon megtetszett, és szerintem viszonylag hitelesen át tudom adni. Budapesten élsz, vagy hogy van alkalmat próbálni velük?
Igen, én is Nyíregyházáról költöztem fel Budapestre, ott tanulok, és így el tudtam járni, beleillesztettem a mindennapjaiba a próbákat, amik feldobták a hangulatom, és tényleg nagyon feltöltött mindig, hogy járhattam velük. És hogyan fogadjátok az előadás sikerét? Mert azért ez egy sikeres előadás, ugye egyet terveztetek, és már nagyon sokszor elő tudtátok adni. Hogyan fogadtad te ezt, hogy ilyen sikeresek vagytok, ennyire szereti a közönség? Én összességében nagyon boldog vagyok, meglepő, én soha nem tapasztaltam még ilyet. A leginkább ehhez közel álló élményem az a szavaló versenyekhez kötődik, de ilyen darabban való szereplésben még nem volt részem, és nagyon élvezem az ezzel kapcsolatos munkát, a felkészülést, a kis kulisszatitkokat, szóval én nagyon örülök neki. Akkor megyek suliba. Akkor én megyek dolgozni. A Majdcsak színpad egy sokszínű alkotóközösség, színészekből, egy orvostanhallgatóból, a Fiatal Drámaírók Háza egyik tagjából, egy testvérpárból és sok jó barátból áll. Mindenki a tudása legjavát tette hozzá ehhez az első, közös produkcióhoz. Magyar Eszter ikertestvéréhez hasonlóan rajong a színház iránt, és annak ellenére, hogy Debrecenben készül orvosnak, szívesen dolgozik a csapattal. A színjátszás az általános iskolás évekre nyúlik vissza. A testvéremmel, Magyar Boglárkával mi első osztályos korunkban kezdtünk drámaórákra járni. Ezt folytattuk színjátszókör formájában a gimnáziumi tanulmányaink során. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy egy körülbelül 10-12 évet töltöttünk már így aktívan színjátszással. Ezt követően az egyetemi éveim elején sajnos ez a hobbim háttérbe szorult, viszont most, hogy negyed, illetve ötödéves lettem, ez újra előtérbe került, ami nevezetesen egy olyan történethez kötődik, amikor is én gyógyszertan szigorlatra készültem éppen a nyári hónapok alatt, és a testvérem felhívott telefonon, hogy van egy ilyen darab, és lenne kedvem újra a színjátszáshoz. Én persze először nemet mondtam, de aztán úgy adódott, hogy végül is rászántam magam, hogy jó, próbáljuk meg, miért is ne. És hát bizony az évek, illetve a kihagyás, az okozott egy kis fennakadást az elején, tehát nehezen rázódtam egyébként vissza a próba folyamatokba, de most már lekopogom, azt tudom mondani, hogy egészen olajozottan és olajozottan működik igazából most már a gépezet. A próba folyamatokat igyekeztünk úgy tömbösíteni a nyári hónapok alatt, hogy a legtöbb színész ráérjen próbálni. Ez engem olyan formában érintett, hogy én Budapesten töltöttem most 2 hét nyári gyakorlatot, ami alatt igyekeztünk a lehető legtöbbet próbálni. Ezt követően a szeptember eleje, ami még egy kicsit engedékenyebb és fél év szempontjából is egy kicsit kedvezőbb, és utána pedig a hétvégeket céloztuk meg. Most már szerencsére ott tartanak ezek a próbafolyamatok, hogy elegendő egy-egy hétvégét, egy-egy egész napos próbát rászánni az előadás előtt a darabra, tehát nem kell most már olyan aktívan feljárni Budapestre próbálni. A Majdcsak színpad tagjai úgy vélik, feltöltődnek a próbákon és a teltházas előadásokon. Támogatójuk még nincs, maguk szerzik be a jelmezeket, és a közönség adományaiból sikerül több helyszínre is elvinni az előadást. Kedves nézőink, ha figyeltek, tudják, hogy kirendezte az előbb látott Animalitas Animé című előadást. A helyesen válaszadók között egy páros mozi jegyet sorsolunk majd ki. Most következik a híradó, utána pedig a Móra napokkal folytatjuk, maradjanak velünk. A Weekendet Nyíregyházán, a Móra Ferenc Általános Iskolában folytatjuk, ahol ismét megrendezték a már hagyományos Móra napokat. Sport, tantárgyi és kulturális versenyek, valamint műveltségi vetélkedők várták a tanulókat. Váci Mihály, szelíden, mint a szél. Szőkén, szelíden, mint a szél. Feltámadtam a világ ellen, dúdolva szálltam, témfeledtem. Nem álltam meg, nem is siettem. Port rúgtam, ragyogtam a mennyben, cirógatott minden levél. Szőkén, szelíden, mint a szél. Minden levéllel paroláztam, utamba álltak annyi százan. Fák, erdők, velük nem vitáztam,
fölényesen, legyintve szálltam ágai köz szép suhanásban, merre idő vonzott, s a tér szőkén, szelíden, mint a szél. Nem erőszak s akarat által, ó, szinte mozdulatlan szárnyal áradtam a világon által. Ahogy a sas körözre szárnyal, fény, magasság sodort magával, szinte elébem jött a cél. Szőkén, szelíden, mint a szél. A dolgok nyáját terelgettem, erdőt, mezőt is siettettem, s a tüzet égjen hevesebben, ostortáztam a vetésekben. Így fordult minden vélem szemben. A fű, levél, kalász is engem tagad, belém köt, hogyha lebben, a létet magam ellen szítom én. Szőkén, szelíden, mint a szél. Nem lehetett sebezni engem. Kibántott? Azt vállon öleltem. Értve szánva úgy megszerettem, hogy jártott megszégyenítettem, és szálltam én sebezhetetlen. Fényt tükrözök csak, sár nem ér. Szőkén, szelíden, mint a szél. Jött tömbben csendes diadalban. Sebet hűsít fényes nyugalmam. Golyó, szurony kín sűrű rajban sivített át, s nem fogott rajtam. S miben a ponként belehaltam, attól leszek majd pusztíthatatlan. S szelíden győzök, mint a szél. Mi a kedvenc vetélkedőd itt a Móranapok alkalmán? A versmondó verseny. Úgy tudom, hogy indultál is ilyen versmondó versenyen, arról tudsz mesélni egy picit? Nagyon jól éreztem magam a verseny közben, szerencsére sikerült jól elmondanom a versemet, úgyhogy első helyezet lettem, így jövő hét hétfőn tudok indulni a megyei versenyen is. És miért szeretsz ide a Mórába járni? Nagyon kedvesek a tanárok, rengeteg versenylehetőség van, ahol meg tudjuk méretetni magunkat, nagyon szép és barátságos a környezet. Három pillangó, egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Lelkesen készítik a művészi alkotásokat a gyerekek a Móranapokon. Nem véletlen a választás, hiszen a csoportoknak egy Móra elbeszélést kell megeleveníteni a rajzlapon. A gyémántcserép rajzverseny különlegessége, hogy a diákok mellett az óvodások is versenyeznek. A névadónkra emlékezünk ugye ezen a héten, tisztelgünk nagysága előtt, és hát névadónkhoz híven teret adunk a tehetségeknek, sok színűségünket megmutatjuk, amilyen Móra Ferenc is volt, és valójában akkreditált kiváló tehetségpontként ez egy nagyon fontos feladatunk, és kiemelten kezeljük a tehetséggondozást. A 6 nap alatt összesen 9 versenyt indítunk, ez 9 tehetségterületet jelent, és valójában megmérettetnek a diákok, a vármegye, a város, illetve hát iskolánk diákjai, de nem csak az a célunk, hogy egy verseny sorrend alakuljon ki, hanem azért az is a cél, hogy ezek a gyerekek, amiben tehetségesek, akkor teret adjunk, hogy itt megmutassák, ösztönözzük továbbra is őket, hogy folytassák ezt az utat. Milyen programokkal készültek a diákoknak? Hagyományos sorrend alakult már ki azért a több évtized alatt. A hétfő mindig a labdarúgó kupájé. Ez meghívásos verseny. A sakk az is egy nagyon régi múltra tekint vissza iskolánkban. Ugye van sakkoktatásunk, meghívásos alapon voltak itt is az iskolák tanulói, és külön értékeltük a mórás diákokat, és külön a külső iskolából érkezőket. Az informatika is egy kiemelt terület az iskolánkban. 6-os, 7-es diákokat várunk ma. A 6-osok szövegszerkesztésből, a 7-esek pedig PowerPointból fognak megmérettetni. A természetismereti cinege király vetélkedő, ez is egy nagyon érdekes verseny, csapatverseny, és interaktív feladatok, vízjáték, totó, tehát nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. A néptáncosok veszik birtokukba szinte az egész földszintet, és ez nem csak a megyéből érkeznek, hanem regionális, tehát érkeznek a környezetünkben lévő megyékből is. 167 produkció lesz, rekordszámú szerintem az idén, és nagyon jó hangulatú ez a péntek. És tulajdonképpen a hét, a Móra hét az 6 nap, mert még hétfőn zárunk, az is egy rendkívül mozgalmas nap.
A hétfői labdarúgó kupán 4 iskola 8 csapata vett részt, de sakvetélkedőnek, informatikai versenynek és néptánc találkozónak is otthont ad az iskola. Az intézmény életében nagy hangsúlyt fordítanak az angol nyelv oktatására. Éppen ezért kiemelten fontos a nyelvi vetélkedő. Visszajáró csapataink vannak, várják ezt a versenyt, mert nagyon boldogan, helyezéstől függetlenül boldogan mennek el a gyerekek, mert nagyon nagy élményt szereznek. Tegnapi egyik legnagyobb élményünk az volt, hogy két csapat, az egyik mi csapatunk, a Mórás csapat és egy másik iskola csapata, az ötvös csapat a verseny alatt barátságot is kötöttek, együtt mennek gimnáziumba, és később már fel is vették egymással a kapcsolatot. Élvezték a gyerekek a versenyt, játszottak, okosak voltak. A tapasztalat az, hogy ezek a gyerekek, akik jönnek, nagyon-nagyon magas szinten beszélnek angolul, és ez a feladatunk továbbra is, hogy ugyanilyen magas szinten tanuljunk tovább, tanítsunk tovább, mert igény van rá. És tudják a gyerekek már 8. ezzel a tudással középfokú nyelvvizsgára mehetnek. A Cinege Király vármegyei szintű vetélkedőt azzal a céllal hirdették meg, hogy felhívják a kicsik figyelmét a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra, valamint a lakóhelyünk nevezetességeire. A természetismereti verseny győzteseit értékes ajándékokkal jutalmazzák. A Cinege Király természetismereti versenyünket olyan városi szervezetek támogatják, külsős támogatóink, akiknek a profiljába beleillik a természetismeret, illetve a környezettudatosság. A belsős támogatóink pedig a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Móra Tehetségekért Alapítvány, az Örökös Föld Tanulóinkért Alapítvány és a Nyíregyházi Egyetem Sakk Egyesülete is, hiszen sakkversenyünk is van ezen a héten. A vármegyei matematikai versenyre 3 fordulós levelezős eredmények alapján hívták meg a döntőbe a legtehetségesebb matekos tanulókat. A hét a kincskereső prózamondó versennyel zárul. A 6 nap alatt közel 1000 gyermek versenyzik a Móra Ferenc általános iskolában. A gyerekek verse után korosztályt váltunk, Megyola Józsefné, Iluska néni következik, aki már több versenyen is megmutatta énektudását, most a Weekend nézőknek mutatkozik be. Kertünk alatt folyik el a kanál is, abba fürdik még a gólyamadár is. De mindig fürdik a gólya, mégis sáros a tolla. Az én kedves kis angyalom a legszebb lány a faluba. Megüzenem a falusi bírónak. Márványkőből rakassa le az utat. Rakassa le, de rakassa, hogy sima legyen a járda. Jön a kedves kis angyalom, kopogjon a csizmája. De rakassa le, rakassa, sima legyen a járda. Jön a kedves kis angyalom, kopogjon a csizmája. Ez az éneklés, ez nekem nagyon belülről jött. Az édesanyám tudott ilyen szépen énekelni, és őtőle vettem át ezt a szeretetet. Mert ez, én úgy érzem, hogy ez annyira belülről jön, hogy ezt nem is tudom másképp elmondani, csak így. Hogy ez a szenvedélyem, a szeretet, minden ez van bennem. Őtőle vettem át. Ő tudott ilyen szépen énekelni. Bármit csinált, csak egy gondolata volt, és akkor már mondta, hogy Iluskám, gyere ide, énekeljük már ezt a dalt. Mondom, de édesanyám, hát én ezt nem is tudom. Na gyere, csak azt mondja, üljél ide az elembe, és azt mondja, megpróbáljuk. És egy párszor elmondtuk, és már akkor ment is úgy, hogy úgy látszik, hogy neki is ez volt a szenvedélye, ezt szeretett nagyon hallgatni. Mindig azt mondja, gyere ide, csepségem, azt mondja, és énekeljünk együtt, és ez akkor minden szép lesz és jó. Ilyen szavakat használt, egy nagyon jó lelkű édesanyám volt. Búzár!
teszik a vadgalamb. Szomorúan szól a harang, azért szól az szomorúan. Az én babám oly távol van, ihajla. Én Istenem, de megvertél, de szerencsétlenítettél. Verd meg, Isten, azt a szívet, ki hányat lát, annyit szeret, ihajla. Az éneklés, ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, és boldogságot, szeretet. Hát ez ha megyen, én tudok énekelni, akkor úgy érzem, hogy ami hiányosság van az életemben, az megjön. Az visszajön, azt a Jóisten úgy adja, hogy Iluska, ezt csináld, mert ez jó. És én igenis követem. Milyen dalok a kedvencek? Mi az, amiket nagyon szívesen bármikor énekel? Hát azt tudom mondani, hogy nem nagyon tudok válogatni, mert mind megyen. Szeretem a népdalt, a magyar nótát, de legjobban ugye ez nőtt a szívemhez, a népdal. Cigándalokat is szeretem. Úgyhogy néha van úgy, hogy mikor ilyen jó kedvem van, akkor hát, csinálom is, amennyire tőlem telik. De szánon megyek, nem szekeren, mert a szekér megráz engem, de csuhajja. Ha a szekér megráz engem, szép asszony nem lesz belőlem, csuhajja. Ha a szekér megráz engem, szép asszony nem lesz belőlem, csuhajja. Alacsony ház, füstös kémény, ebben nem ula cigány legény. Szépen szól a hegedűje, mert én vagyok a szeretője. Megyek az úton lefele, senki nem mondja, gyere be. Csak egy asszony mondta nékem, hogy gyere be, te szerencsétlen. Muszáj gyakorolni, mert ugye, hogy járok próbára, és oda is kell a gyakorlat. Kell a gyakorlat, hogy ha egyszer nem megyek el próbára már, akkor érzem, hogy igenis ez hiányzik. Ott kellett volna lenni, de mindig nem tudok menni, mert szóval nincs olyan lehetőség, hogy minden alkalomkor ott legyek. Itt, ahogy bejöttünk a házba, a falon láttunk azért okleveleket, meg különböző díjakat. Tessék ezekről egy kicsit mesélni, ezeket hogy sikerült begyűjteni? Hát ezeket úgy sikerült, hogy menni kellett a versenyre, a fellépésre, énekeltem, és akkor a végén csak hirdették, hogy Iluska néni első díjat nyert, vagy kiemelt, például Tarpán ott verseny volt, pontoztak, 3 zsűri volt, egy tudom, hogy Pestről volt, és ott kiemelt aranyfokozatot kaptam, ott van a falon a kép, bizonyítja. És ugye kérdeztem tőle is, hogy mester, hát tessék már mondani azért, hogy mit javítjak, mert behívtak az éneklés után, volt ilyen megbeszélés, tudod, amikor ugye, hogyha valaki hibázik, akkor megmondja a zsűri, hogy na, itt tessék még egy kicsit javítani. Ez ilyen vélemény megállapítás, azt hiszem, annyira nem értek hozzá, de így volt. És akkor én is kérdeztem tőle, hogy hát tessék már mondani, hogy én hol hibáztam, mert akkor javítnék, szeretnék én is javítani, hogy ne lenne hiba az én éneklésemben se. Azt mondja, Iluska néni, sehol ne tessék javítani, mert ez így jó, ahogy van. Ez így természetes. Kék ibolya, ha lesz, aki tanálok, mit mondanál, babám, ha elhagynálak? Azt mondanám, verjem meg a teremtő, sose voltál igaz szívű szeretet. Jaj, de nehéz,
a szerelmet titkolni, tövis közül az íbolyát kiszedni. Kiszedném, de megszúrja a kezemet, de kit szerettem, az az enyém nem lehet. Kiszedném, de megszúrja a kezemet, kit szerettem, az az enyém nem lehet. Szeretem, hogyha látom, hogy az emberek jó néven veszik, vagy örülnek neki, hogy na hát ez az asszonyka is énekelte szép dalt, de milyen szép, tetszik. Ez valahogy olyan, úgy feltölti az érzésemet, hogy érzem azt, hogy örömet tudtam szerezni az embereknek. Nekem első a közönség. Hát volt már olyan fellépésem is, hogy utána olyan halk csend volt. Miért van itt olyan csend? Elkezdtem énekelni, és halálos csend. És akkor megkérdeztem az egyik szakembert, és azt mondta, hogy Iluska néni, ezt úgy vegy, azt mondja, hogy annyira tetszett, hogy érdemes volt csendben lenni, és azért volt csend. Mondom, hát ezt nem igen értettem úgy, de most már mondom, nagyon örülök neki. Červená rúzsa trojáka, málaja múzsa pijaka, môj muž nerobí ju, tá som do kočmi, a potom ma už neľúbi. Ez magyarul lefordítva. Háromféle piros rózsa, a férjem az itt a rabja, ritkán dolgozik, inkább kocsmázik, azóta engem sem szeret. Ritkán dolgozik, inkább kocsmázik, azóta engem sem szeret. Én sokat nem kérek mikrofont se, mert annyira hangos az énekem, hogy egy nagy termet ellát. Úgyhogy hát szóval sokszor van, hogy meg elég körülnézek, hogy milyen nagy a tér, és akkor ha látom, hogy hogy is kell ez, hogy kéne, akkor szólok a rendezőnek, hogy ha lehet, akkor nem kérnénk telefon vagy mikrofont, mert nehogy túlságosan hangos legyen, mert nem nagyon tudom visszavenni a hangomat, mert akkor elfullad a torkom, nem jó. Nekem úgy a jó, úgy énekelek természetesen, ahogy azt belülről érzem. Életemben nem szerettem csak egyet, elrabolták tőlem az én kedvesem. Sólyom madár, hozz vissza a babámat, fáj a szívem, majd megöli a bánat. Kicsi madár, miért csicseregsz az ágon, hisz nem csak te vagy árva a nagy világon. Nekem se volt édesapám, se anyám, a jó Isten mégis gondot viselt rám. Nekem se volt édesapám, se anyám, a jó Isten mégis gondot viselt rám. A szeretet van, minden van, de az nincs, akkor az ember elveszett. Akkor nincs semmi. Meg ha nincs hite, ez a másik. Ez a legerősebb az emberbe. Ha akinek nincs hite, az nem tud szeretni se. Az úgy vegyük, hogy az egy üres valaki. Hát bennem meg az igen uralkodik, mert akarom is. Úgyhogy úgy érzem, hogy még így is vannak botlások. De hát ez ilyen az élet, ugye? Egyszer így, egyszer úgy. Erre mindig azt kell elfogadni, én azt mondom, hogy ami van. Úgy kell tudomásul venni az embernek, hogy most így van, így jó. És akkor következőben várom a jobbat. És jön is, mert a jó Isten megsegít. Idén 80 éve kezdődött el, 1944. április 16-án a vidéki zsidóság összegyűjtése és kényszerlakhelyre költöztetése. Félmillió magyar zsidó és több mint 1000 új fehértói izraelita esett áldozatul ennek az időszaknak, az ő emlékükre rendeztek kiállítást Újfehértón. Szólok a kastnál, majd megvirrad.
A Szóla Kakas már kezdetű zsidó népdal az, amelyet az átlagember fel tud eleveníteni, ha a zsidó zenéről esik szó. Nem véletlen, hogy csupán ez az egyetlen dal maradt meg a zenei emlékezetben. Somos Péter saját családja történetével nyitotta meg a tárlatot, mely rávilágít arra, hogy a családok elpusztításával egy nép, egy kultúra és annak értékei tűnnek el, szinte maradéktalanul. Nem ismertem olyan zsidó családot, amelyben nem lett volna áldozat. Nem is voltak át sokan, de azért akadtak az említett nyomdász, Verkópárhoz hasonló bátor emberek, akik az életüket kockáztatták mások megmentéséért. A jeruzsálemi Jádvasem intézetben több mint 28 ezer nevet tartanak számon, nem zsidókét, akik között 876 magyarországi kitüntetett van. Úgy vélem, hogy arányaiban ez nagyon becsületű adat. De azokat sem szabad hibáztatni, akik nem voltak erre képesek, hiszen hősök nem születnek minden nap. Hibáztatni azokat lehet, akik aktívan, sokszor önként vettek részt a zsidók elhurcolásában és megölésében, vagy kár örömmel nézték, miként viszik el a szomszédjaikat, és alig várták, hogy kifosztassák a házukat, azokat, akik elkeseredve vették tudomásul, hogy a túlélők visszajöttek a haláltáborokból, mert vissza kellett adni nekik az elrabolt értékeket. A veszteségekről abban az értelemben is kell beszéljünk, hogy a világ soha többé ne láthasson ilyenfajta pusztítást. Úgy hiszem, hogy én ehhez kicsi vagyok, hogy én ilyenekbe belemerüljek, megint csak a saját dolgaimról, és az, hogy mi történik a világban, arra se nekem, úgy hiszem, se nálam nagyobbaknak nincs ráhatása. Megbolondult a világ, lásd a legutóbbi izraeli lövöldözést, tehát ezen csak sajnálkozni lehet és aggódni, de én nem hiszem, hogy ezt a kis emberek befolyásolni tudják. Szoka Margit, az Újfehértó zsidó múltjáért kulturális egyesület elnöke hívta életre a kiállítást. Saját kutató munkájának köszönhető, hogy ezek az iratok és tárgyak egy helyen állítanak emléket a zsidó családoknak. A tárlat létrejöttének miértjét Grósz Andor gondolataival fogalmazta meg. Nem szabad hagyni, hogy a holokauszt, amely nem csak a zsidóság, hanem az egész nemzet tragédiája is, kikerüljön a tudatunkból. Újfehértó, hogy nagyon nagy létszámú zsidósággal rendelkezett. A 18. század közepén érkeztek először ide zsidó bevándorlók Galícia területéről, majd a létszámuk folyamatosan növekedett, és a vészkorszak idejére elérte a több mint 1300 főt. Tehát egy nagyon meghatározó, gazdaságilag, kulturálisan, társadalmilag meghatározó közösségről beszélhetünk, és ez a kiállítás gyakorlatilag ez hagyományszinten működik már a településen, hiszen közel 10 éve kezdtem el a zsidóság kutatásával foglalkozni, és rendszeresen szervezek konferenciákat, illetve kiállításokat. A holokauszt után tértek vissza ide Újfehértóra családok? Körülbelül 60-80 főre tehető a létszáma a holokauszt túlélőinek, ami ugye egy óriási veszteség, ha nézzük az összlétszámát a helyi zsidóságnak. Többségük a 40-es évek végén elvándorolt, kivándorolt az ország területéről. A világ minden táján élnek Újfehértóról elszármazó túlélők és azok leszármazottai Kanadában, Angliában, Izraelben, Svédországban, és még sorolhatnánk az országokat. És az a szerencse, hogy nagyon gyakran vissza is látogatnak a szülőföldjükre. Az épített örökség az elég kevés számban maradt fönt. Egyedül a rituális fürdő a mikve látható, és néhány zsidó család által építetett építmény, lakóház. Lebontásra került a zsinagóga az 50-es évek második felében. A rendezvényen köszöntötte a vendégeket Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke, aki többször is megfogalmazta azt az üzenetet, hogy a történelem ilyen módon nem ismételheti meg önmagát. Nem csak az emléknapokon, hanem minden nap ott kell, hogy legyen, akár a közbeszédben, akár pedig a lelkekben, hogy ez pontosan azért, hogy ez még egyszer ne történhessen meg. És ezért fontos az emlékezés, és ezért fontos az emlékeztetés, mert a zsidóság lényegében teljes mértékben megszűnt létezni, legalábbis itt a vidéki zsidóságról, hogyha beszélünk, a deportálások és a gettósítás következtében, és ezáltal nem csak emberek haltak meg, nem csak családok tűntek el, hanem ezeknek a családoknak nem született gyerekük, nem lehettek utódaik, nem lehettek olyanok, akik tovább viszik azt a kultúrát, azt a közösségi életet, azt a vallási hitéletet, amelyen lényegében részei és kovászai voltak egyes településeknek, így például Újfehértó közösségének is, és ez egy pótolhatatlan veszteség. Thank you.
Kedves nézőink, ennyi volt mára a Weekend. Már csak egy játékra maradt időnk. Melyik zsidó népdal szólalt meg az előző összeállításban? A helyes válaszokat most is a közösségi oldalunkon várjuk, a nyeremény pedig ezúttal egy füstérzékelő, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság felajánlásának jóvoltából. Én kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is ugyanebben az időpontban, addig is kellemes pihenést és jó hétvégét kívánunk Önöknek, viszontlátásra!